sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen az előadás alcíme, főleg annak az első szaván, mivel megvolt az, hogy mit szeretnék kifejezni, de annyi szó állt rendelkezésre, és ebből akkor a makulátlan igazságot választottam, mivel a Bhágavata Purána az nem csak, majd mint látni fogjuk, hogy nem csak a tisztaságot képviseli, a tisztaság minden értelmében, hogy magától értetődő, evidens, kézenfekvő is, nyilvánvaló, hanem a tisztaságot képviseli, abban az értelemben is, hogy cáfolhatatlan, és az igazságot képviseli úgy, hogy ő nem csupán az igazság, hanem Bhágavatam az maga a valóság, a Bhágavatam az a tény, a Bhágavatam az a realitás csupa-csupa nagybetűvel. Az előadásom két nagy részre fog osztani. Az első részben egy áttekintést próbálok adni a Bhágavatamról, a szerzőről, arról a közönségről, hogy kihez szól, a terjedelméről, magyarázatairól, illetve tartalmi struktúrájáról. A második felében az előadásnak pedig arról szeretnék beszélni, hogy miért pont a Bhágavatam, hogy miért ez az a szentírás, amit a Gaudiya Vaisnavák a legnagyobb becsben tartanak, miért ez az, amire azt mondják, hogy ez a legvégső igazság, és mik a és ha ennek a legvégső igazságnak, mi a tanulmányozásának, mik az alapelvei, hogy mi a helyzete a Gaudiya Vaisnavák számára. A konferenciának az alcíme az az, hogy a védikus szentírások a Gaudiya Vaisnava filozófia fényében. Miért fontos ez a dolog, hogy valamit valaminek a fényében tekintsünk meg? Amikor vizsgálódunk, amikor meg szeretnénk valamit ismerni, akkor nagyon lényeges az, hogy kitől kapjuk azt a tudást, amiben részesülünk. Ugye ettől a tudástól, vagy attól, hogy kitől kapjuk ezt a tudást, függ az a vizsgálat tárgyának a helyzete, a megkapott ismeretnek a minősége, a vizsgálatnak a szempontjai, illetve a vizsgálat végkövetkeztetése, mindez ettől az információtól függ. Más szóval, hogy a helyzet, a folyamat és a cél mi, az mind az adja meg, hogy ki adja meg az alapvető információt, hogy kinek a szemén keresztül látjuk azt az igazságot, amit vizsgálunk. Bizonyára sokan ismerik John Sachs-nak a híres versét a vak hindusztániakról és az elefántról, ami úgy szól, hogy 6 hindusztáni férfiú buzgón tapogatott egy elefántot, mert olyat még sosem láthatott, lévén szegény, mind a 6 vak volt. Az egyik tapogatta csak a robosztus oldalát, és már is mondja rá a bölcs szentenciát. Akár a fal, épp oly lapos az elefánt. Na hát, a agyarat ért a második, simát, s hengereset, és egy kissé bököset, hűvöset és hegyeset. Lándzsaszerű az elefánt, állítja egyenest. A harmadik keze, ahogy nyúlkál haránt, egy tekergő tömlőhöz ér, merészen felkiált, értem, kiáltja. Fennen ő, egy kígyó az elefánt. A negyedik, tért körül motoz, keze mohó, csodálatos formája van, lelkendezik. Ho-ho, fatörszerű az elefánt, ez már nyilvánvaló. Ötödik véletlenül fület fog, melyhez ő vakon is jól ért. Vissza, válasza az a következő, az elefánt vékony, s lebeg, akár egy legyező. A hatodik egy ideig semmiben kapkodott, aztán egy csápoló farkat a markába ragadott, kötélforma az elefánt, imígyen nyilatkozott. A hindosztáni mind 6 bőszen vitatkozott, amit tapasztalt, ahhoz mind vadul ragaszkodott, s lám mindennek igaza volt, s mind is csalatkozott. Ebből ez a történet felfedi azt, hogyha az érzékeinken keresztül próbálunk megérteni olyat, ami egyrészt az érzékeken, a rendelkezésre álló érzékeken keresztül felfoghatatlan, akkor annak a következménye az lesz, hogy valószínű,
hogy az igazság, amit megértünk, az nem valós lesz, vagy ha valós is valamilyen szinten, nem lesz teljes ez a valóság, ez az igazság. Ugye az első azt látta, hogy az elefánt lapos, ugye nagyon ritka az, amikor lapos elefántokat látunk. A második azt mondta, hogy egy lándzsához hasonló az elefánt. A harmadik egy kígyóhoz hasonlította, majd egy fának a törzséhez, végül egy kígyóhoz hasonlították. Ugye mindegyik igazságban volt valami kis részigazság, de egyikőjük definíciója vagy állítása se írta le teljesen azt, hogy mi is igazából egy elefánt, hogy is néz ki egy elefánt. Hasonlóan a Bhágavatamról is nagyon sokan nyilatkoznak. Bhaktivinoda Thakur, ez a 19. század közepén, 20. század elején élt bengáli bölcs, a Bhágavata című rövid terjedelmű művében, amit 1869-ben adtak ki először, leír egy párbeszédet, ami a nyugati, vagy legalábbis nyugati műveltségű, nyugati iskolázottságú személyek között zajlik le, és a Bhágavatamról szól. Ugye az elsőben azt mondja, az első felszólaló azt mondja, hogy igen, a Bhágavatam az egy olyan könyv, amit az oríjai szolgái szoktak olvasni, ami tele van érthetetlen barbár zagyvasággal. Ezek a személyek, akik ezt olvassák, a homlokukat és az orrukat valamilyen anyaggal vagy krémmel kenik be, és a testük különböző tájain kis fa gyöngyökből készített láncokat hordanak. Ugye hasonlóan mi is a homlokunkat és az orrunkat valamilyen anyaggal kenjük be, és a testünk legalábbis egy részén a nyakunkban ilyen kis fa gyöngyökből készült láncokat hordunk. A második, aki beszél a Bhágavatamról, kinyilvánítva az ő saját tapasztalatain alapuló ismeretét, azt mondja, hogy erre az írásra az úgynevezett Goswami szekta tagjai tartanak igényt, akik a híveiknek mantrákat vagy varázsigéket adnak, és a bűneiket elveszik, hogyha nekik pénzt adnak érte. A negyedik, a harmadik, aki a felszólal, az pedig azt írja róla Bhaktivinoda Thakur, hogy ő egy indiai származású volt, aki viszont nem ismerte az országának történelmét, csak a muszlim hódítás óta, úgyhogy nem volt ismerete az azelőtti időszakról. Ő úgy nyilatkozik, hogy a Bhágavatam egy ambiciózus és elkörsztelene ember Krishna életéről számol be. Ugye mindannyiójuknak valamilyen szinten igaza volt, mivel egyrészről a Bhágavatam tényleg tele van érthetetlen zagyvaságokkal a számára, aki nem ismeri a hagyományt. Ugye, hogyha valaki egy kvantumfizikáról szóló könyvet olvas, az neki is érthetetlen zagyvaságoknak tűnhet, ez még nem jelenti azt, hogy az is. Hasonlóan, aki nem érti a Bhágavatam nyelvét, vagy nyelvezetét, azokat a fogalmakat, amikkel az írás operál, akkor számára érthetetlen zagyvaságnak tűnhet a benne foglaltak. Ugyanígy, amikor azt mondja, hogy Krishna életéről szól, akkor is szintén igaza volt, hiszen a Bhágavatam egy olyan írás, aminek a témája ténylegesen Krisnának és Krisna különböző megjelenési formáinak a tudománya, azonban téved ott, hogy már ott téved, hogy Krisna egy ember volt, hiszen a Krisnára a Vaisnava hagyomány istenként tekint. Úgyhogy itt is láttuk, hogy hasonlóan, mint a vak hindosztániaknak, részletekben igazuk volt, például rá tapintottak az elefánt fülére vagy farkára, de itt is ezek a személyek megtették azt, viszont a Bhágavatam elefántját nem ismerhették föl. Miért? Azért, mert nem rendelkeztek megfelelő látásmóddal.
Ugye mi ez a helyes mentalitás, mi ez a helyes látásmód? Erre a választ Krishna adja meg a Bhagavad Gita-ban. Azt mondja, hogy fordulj egy lelki tanítómesterhez, így próbáld megérteni az igazságot. Tuzakozódj tőle alázatosan, szolgáld őt, az önmegvalósított lelkek képesek tudásban részesíteni, hiszen ők már látták az igazságot. Három nagyon fontos pontja van ennek a kijelentésnek. Az első, hogy a tudakozódásnak alázatosnak kell lenni, mivel a hangulat nagyon fontos ebben az ismeretszerzésnek ebben a szakaszában. Az alázat képesítetté teszi az embert arra, hogy befogadóvá váljon, hogy el tudja fogadni, hogy az az igazság, amit ő feltételez, az nem feltétlenül az igazi, valódi igazság, hanem elképzelhető, hogy az csak egy része az igazságnak, vagy teljesen félreértésen alapszik. A forrás, a másik, ami nagyon fontos pontja a tudakozódásnak, hiszen azt mondja Krishna, hogy olyanoktól kell tudakozódnunk, akik már látták az igazságot, akik már láttak elefántot, olyanoktól kell megkérdeznünk azt, hogy milyen is egy elefánt. Hogy ne essünk abba a hibába, mint azok a vakhindusztániak, akik az érzékeik tökéletlensége miatt csak részigazságokra, a tökéletlen érzékeikkel tapasztaltak szerinti részigazságokra mondják azt, hogy a teljes igazság. A Bhagavatam igazi értője és üzenetének igaz továbbítója az a lelki ember, aki felhagyott az anyagi tettekkel, és az idejét és a tudományát Isten megismerésére szenteli. Ez a írás lényege még egyszer lehet, hogy zagyvaságnak tűnhet a hozzá nem értőknek, de hogyha elmagyarázza nekünk valaki, ha feltárja azokat a kulcsfontosságú ismereteket, amiknek a birtokában megérthetjük, akkor ez az agyvaság már is tiszta, valódi, makulátlan igazsággá tud átformálódni. Ugye, mi az elérhető cél ezzel a mentalitással felvértezve, mit tudunk elérni a Bhagavatam vizsgálatával? Amikor ezt a Bhagavatam mondja el saját magáról, amikor valakit meg akarunk ismerni, akkor célszerű a kérdéseinket egyenesen hozzá intézni, és ez a szekció főleg, ami most következik, ebben lévő információkat szerettem volna úgy feltárni, hogy a Bhagavatamhoz fordultam, és a Bhagavatamot hagytam, hogy saját magáról beszéljem. Ugye amikor vizsgálja valaki a Bhagavatamot, azért teszi, hogy azzal valamiféle célt elérjen. Igazából bármit vizsgál, valamilyen azért teszi, hogy valamilyen célt elérjen. Amikor a Bhagavatamhoz fordulunk, ami egy makulátlanul tiszta purána, egy makulátlanul tiszta szentírás, akkor ezzel azt a célt érhetjük el, hogy makulátlanul tiszta tudásra teszünk szert, hiszen a forrás, amiből az információnk származik, tiszta, akkor a tudás, amit megszerezhetünk ebből a forrásból, szintén tiszta lesz. És ezen kívül, hogyha már rendelkezünk ezzel a tudással, akkor azt mondja magáról a Bhagavatam, hogy ennek a tudásnak a segítségével pedig elérhetjük a felszabadulást. De azt is leszögezi ebben a versben, hogy mindezeknek a megszerzéséhez elengedhetetlen az, hogy megfelelően halljunk róla. Megfelelően halljunk róla azt jelenti, hogy megfelelő forrásból, megfelelő hangulatban, és megfelelő céllal halljunk arról, amiről a Bhagavatam tanít minket. Ennek az írásnak a helye a védikus irodalomban, ugye három fő csoportját különböztettük meg funkció szerint, az első a védák,
a második a védángák, a harmadik pedig az upángák. A védák tartalmazzák az áldozatokhoz szükséges mantrákat, a védángák azok, amiknek a segítség, amik egyfajta eszköztárat biztosítanak ahhoz, hogy ezeket a mantrákat megértsük, és használni tudjuk, az upángák pedig arról adnak leírásokat, hogy a használatnak mi lesz az eredménye. Ezért van az, hogy a filozófia, a társadalmi berendezkedéstől és egyéb más dolgokról ebben a szekcióban olvashatunk. Ugye a Purana azt jelenti szó szerint, hogy ősi, nagyon régi. Ezért itt ezekben az írásokban nagyon régi történetek, vagy régi történeteket olvashatunk, ám ezek a régi történetek minden esetben felhasználhatók bármely korba. A puránákon belül a Bhágavatam a purána al részbe tartozik, ugye a puránákon belül találhatók a puránák, itihászák, upavédák, illetve a 64 művészetről szóló leírások, és a Bhágavatam a purána részbe tartozik, és a puránák között is egy különleges helyet foglal el. Két fő részre oszthatjuk a puránákat, vannak Mahá puránák, és vannak Upa puránák, ezekről majd a későbbiek során több szó fog esni, hogy mi alapján különböztetjük meg, mi alapján teszünk különbséget ezek között, az írások között. A Srimad Bhágavatam pozíciója a Vaisnava irodalomban. Az első fő szentírás, amiről az előttem szóló Ishvara Krishna Prabhu beszélt, a Bhagavad Gita, ami egy szinte tisztán filozófiai írás, ami azt jelenti, hogy tartalmazza az alapvető filozófiai elveket, tartalmazza az Isten és az élőlénynek a helyzetét, illetve a világgal való kapcsolatukat, illetve egymással való kapcsolatukat. Ezért úgy nevezik a Bhagavad Gita-t, hogy az a Sambandha sástra, vagy Sambandha szentírás az alapvető információknak a tárháza. A Srimad Bhágavatam az Abhideya sástra, ami azt jelenti, hogy a Bhagavad Gita-ban található filozófiai elveket, a Bhagavad Gita-ban található ontológiai elveket történeteken keresztül mutatja be. Ez azért fontos, mert legtöbbünknek a száraz filozófia nehezen érthető, viszont sokkal jobban befogadható lesz, hogyha ugyanazokat az elveket történeteken keresztül látjuk. És a Bhágavatam pont egy ilyen szentírás, ami bemutatja azt, hogy a Bhagavad Gita elveit használva milyen eredményre juthatunk, de néhány helyen arról is ír, hogy milyen eredményre juthatunk akkor, hogyha azokat az elveket nem használjuk. Ezért a Bhágavatamot akkor az Abhideya sástrának nevezik. A harmadik legjelentősebb Gaudiya Vaishnava szentírás, a Chaitanya Charitamrita, amiről majd a második szekcióban, a délutáni szekcióban egy majd szót Puskarini Mataji, az pedig a Prayojana szentírás. A Prayojana szentírás azt jelenti, hogy ez tartalmazza az elérendő célt. Ugye a Vaishnavák, vagy Gaudiya Vaishnavák számára az elérendő cél az a Krishna iránti teljes szeretet, az úgynevezett préma. Erről ír a Chaitanya Charitamrita, és arról, hogy ezt a célt milyen eszközökkel, milyen módon tudjuk megvalósítani. Ki a Bhágavatam szerzője? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hallottuk azt a bevezető előadásban Manjari Matajitól, hogy a védákat Véda Vyásza jegyezte le, vagy osztotta föl, akiről azt mondja a Bhágavatam, hogy Isten inkarnációja. Ugye mindegyik Kali korszakban, vagy Kali korszak elején megjelenik egy Vyásza. Ezek különböző személyek, és
általában ez a Vyász, ő egy felhatalmazott személy, úgynevezett szakjávés avatára, de a mi Vyászánk ebben a Kalikorban egy különleges személy, hiszen azt mondja róla a Bhágavatam, és azt mondja róla a Bhágavatam egyik magyarázója is, Rupa Goszvámi, hogy ő nem különbözik Krisnától, ő igazából Krisnának egy teljes értékű megjelenése. Ugye ő volt az, aki ezt az irodalmat is lejegyezte. Miért volt szükség arra, hogy ezt az egész védikus irodalmat fölossza és lejegyezze? Hallottunk arról, hogy a védikus filozófia szerint, a védikus szemléletmód szerint az időnek különböző ciklusai vannak. A Bhagavad Gita elmondja, hogy egy ilyen ciklus a Brahma egy napjával egyenlő, és ebben ezer nagy ciklus van, úgynevezett csatúrjuga van. Ez a nagy ciklus további kisebb egységekre bomlik, az úgynevezett jugákra, és a jelen jugánk a négy közül az utolsó, ennek az a neve, hogy Kali Juga, ennek a hosszúsága 432 000 év, és körülbelül 5000 év telt el belőle. Az is jellemző erre a ciklikusságra és erre a folyamatra, hogy az emberi tudat folyamatosan degradálódik, ami azt jelenti, hogy nem képes olyan mentális, vagy nincsenek olyan mentális képességei, hogy ezeket az írásokat, vagy ezt a tudományt megjegyezze, ugye a Kali Juga elejéig, Ez a hagyomány, száj hagyomány útján terjedt, de mivel a tudatszint degradálódott, és már nem képes ezekre a folyamatokra az emberiség, ezért kénytelen volt írásban megőrizni. És ugye ezt teszi meg Vyászadév. De még mindig ott van az a kérdés, ott lebeg a kérdés, hogy ki volt a szerzője. Ugye Vyásza csak lejegyezte a Bhágavatamot, de a Bhágavatam elmondja saját magáról, hogy igazából ez a tudás, amit ő képvisel, az eredetileg az Istenség legfelsőbb személyiségétől, Krisnától származik. Ugye ő volt az, aki legelőször az univerzum első teremtett élőlényének, Brahmának adta át ezt a tudást. Ugye ő volt, ez akkor történt, amikor Brahmá a sötétségben a tudatára ébredt, és elkezdte gyakorolni a lemondás folyamatát, aminek a következménye az lett, hogy Krisna feltárta magát ő előtte, és miután föltárta magát, át is adta a tudást, aminek a birtokában, majd ő elkezdte cselekedni, hogy a Brahmá az a személy, aki az univerzumon belüli teremtésért felelős. Ugye Bhágavatam tehát akkor egy kinyilatkoztatott szentírás, ami örök igazságokat jegyez le. De az, hogy jutott el hozzánk, arról is a Bhágavatam saját maga ír, hogy először a Krisna kinyilatkoztatta ezt az igazságot Brahmának, majd Brahmá átadta ezt a fiának, Nárada Muninak, róla biztos sokan hallottak már, akik ismerősek a védikus irodalomba, vagy jártasak a védikus irodalomba. Ő volt az, aki ezt a tudást feltárta Vyászadévnek, vagy inspirálta őt arra, hogy ezt a tudást megossza az emberekkel. Neki volt a fia Sukadeva Goszvámi, akinek továbbadta a tudást Vyászadév, és Sukadeva Goszvámi volt az, aki Pariksit Maharádzsának, a Pándavák unokájának adja tovább ezt a hatalmas tudást, és ennek a tudásnak az átadását örökíti meg a Bhágavatam leírása is. Miről szól a Bhágavatam? Ezt is elmondja saját magáról, és nem csak ő mondja el magáról, hanem általánosságban, amikor megkülönböztetünk Mahápuránákat és Upapuránákat, akkor a fő jellegzetesség az, hogy hány és milyen témáról szól.
adva vannak a puránák témái, míg a mahápuránák 10 témával foglalkoznak, az upapuránák csak 5 témát érintenek. Ugye ez a 10 téma megtalálható a Bhágavatamban is. Az első, az az elsődleges teremtés, az egész anyagi világ megteremtése. A második, az univerzumon belüli másodlagos teremtés. Ugye a védikus kozmológia szerint nem csak ez az egy univerzum van, amiben létezünk, hanem számtalan másik univerzum is van, és a másodlagos teremtés arra vonatkozik, hogy ahogy ezeken az egyes univerzumokon belül hogyan jönnek létre a különböző bolygórendszerek, és hogy ezek a bolygók hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Erről is a Bhágavatam leírást ad az 5. énekében. Aztán beszél arról, hogy Krishna vagy az Úr hogyan ad menedéket az ő híveinek, beszél arról, hogy milyen alapelvek késztetik az élőlényt cselekvésre, beszél arról, hogy mik az élőlénynek az alapvető kötelességei, amiket ebben a világban végre kell hajtania, beszél magáról Istenről egy tudományos szinten, és beszél arról is, hogy mi lesz akkor, amikor ez a világ, hogyan lesz az, amikor ez a világ megsemmisül. Ugye semmi sem állandó, ez egy alapvető elv a Vaishnava filozófiában, hogy semmi anyagi nem állandó, így az anyagi világ sem állandó, folyamatosan változik, ennek a bizonyítékában látjuk a ciklusok, erre bizonyíték a ciklusok is, de hogy ezek a ciklusok egyszer véget érnek, és akkor az anyagi világ megsemmisül, igaz, hogy csak időlegesen. Arról is beszél a Bhágavatam, hogy ebből az anyagi világból hogyan tudunk kiszabadulni, hiszen arról is hallhatunk benne, hogy nem csak az anyagi világ létezik, hanem az anyagi világnál, mint ahogy a Bhagavad Gita-ban is szól esett, van egy magasabb szintű, egy nem anyagi, egy transzcendentális lét, és ennek az eléréséhez akkor irányelveket biztosít számunkra a Bhágavatam, azért, hogy utána a végső menedékben, hogy elérhessük a végső menedéket, aki nem más, mint Krishna. Ugye, miután arról hallottunk, ki írta, miről szól, arra is kíváncsiak lehetünk, hogy kiknek szól ez a szentírás. Saját maga szintén nyilatkozik erről, hogy először azt mondja, hogy a vaisnaváknak, a vaisnavákon belül pedig a paramahamszáknak szól, akik, ugye a paramahamszák azok a személyek, akik a bhakti jogának a gyakorlásában elérték a legmagasabb szintet. De ugye, hogyha ezt hallja valaki, akkor kicsit rémisztően hathat az ő számára, hiszen hol vagyunk, legalábbis én úgy gondolkodom, hogy hol vagyok én ehhez a szinthez, hogy a bhakti jóga tökéletességnek, folyamatának a legnagyobb tökéletességét elértem. Ezért a Bhágavatam azt mondja, hogy nem csak ezeknek a személyeknek szól, hanem igazából mindenkinek, de az a feltétel, hogy az a személy, aki hall a Bhágavatamról, törekedjen arra, hogy ezt a szintet elérje. És mivel törekszik, mivel egy megfelelő forráshoz fordul, ezért képesítetté is válik számára az, hogy elérje ezt az áhított célt. Ugye a Bhágavatam terjedelme a puránák között igazából nem egy hatalmas terjedelmi mű, ha csak azt vesszük, Skanda Purána 89 000 versből áll, és a Siva Purána is 40 000 versből, és Bhágavatam a maga 18 000 versével egy átlagosnak, vagy egy, még talán azt is lehet mondani, hogy egy rövidebb terjedelmi puránának egy rövidebb terjedelmű purána. A Garuda purána ír arról, hogy ez a Bhágavatam 12 énekre tagolódik, ez a 12 ének 335 fejezetre tagolódik, ami pedig 18 000 verset tartalmaz. A
BBT kiadás, vagy az a kiadás, amit mi használunk, az 258 fejezetre osztja fel a Bhagavatamot. Arról, hogy miért 18 ezer vers a Bhagavata Purana, tanult kollégánk Sacsisuta Prabhu egy nagyon mélyreható és érdekes értekezést írt. Az egyik tatva számunkban ez elolvasható. Nagyon érdekes, hogy a 12 énekből a tizedik ének egy különleges helyzetben van, erre már csak az is utal, hogy az átlagosan 15-20 fejezetnyi, vagy fejezettes énekek mellett ott van egy 89, vagy igazából 90 fejezetből álló tizedik ének, ez a legnagyobb terjedelmű éneke a Bhagavatamnak, hogyha a BBT kiadást veszük, akkor azt láthatjuk, hogy majdnem a fele a Bhagavatam. Miért van ez? Azért, mert ez a fejezet, a tizedik fejezet közvetlenül Krisnával, mint Krisna foglalkozik, a gyermekkorától kezdve addig, amíg ezt az anyagi világot elhagyja. Ugye, mint ahogy a védikus szentírásokat, vagy általában a szentírásokat sokan szokták magyarázni, nincs különbség, vagy nem más, nem kivétel ez alól a Srimad Bhagavatam se. Ugye, több tucat kommentárja létezik. A Gaudiya Vaishnavák számára a legfontosabbak egyrésztről Sridhar Swami kommentárjai, aki a 14. században élt, de a következő, majd csak Chaitanya Mahaprabhu követői és az azutáni kommentátorok, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur és Baladeva Vidya Bhushana. Egyéb Bhagavatamról szóló írások is megjelennek a Gaudiya Vaishnava hagyományban, hiszen a Gaudiya Vaishnava ácsárják vagy szent tanítók nagyon sokat foglalkoznak a Bhagavatammal, szinte csak erről írnak, itt is majd lesz erről szó egyik másik műről, ilyen például a Bhakti Rasamrita Sindhu, az Odadás Nektárja címen vált ismerté itt körünkben, Ez az Istennel való kapcsolatoknak a tudományáról beszél, aztán ott van a Laghu Bhagavatamrita, amit Rupa Goswami írt, az pedig az Istennek a különböző kiterjedéseiről, különböző megnyilvánulásairól beszél, az avatára tatváról, és ilyen a Jiva Goswami monumentális műve, ami a Srimad Bhagavatamot tudományos módszerekkel elemzi, és amihez foghatót azóta se írt senki, ugye ezt 500 évvel ezelőtt írta Jiva Goswami, ennek a címe Bhagavata Sandarbha vagy Sad Sandarbha, utalva arra, hogy ez 6 különálló könyvből áll. Erre majd még vissza fogunk térni a későbbiek során. A Bhagavatamot ugye szanszkrit nyelven írták, de a nyugati olvasók kis százaléka rendelkezik azzal a tudással, hogy eredeti nyelven tudja olvasni, ezért már láthatjuk, hogy a 20. század elejétől fölébredt egy ilyen vágy, hogy megismerje ezt a művet a nyugati közönség is, ám és azt is láthatjuk, hogy szinte minden évtizedben kijött egy-egy fordítása, ám hogyha megnézzük az oldalszámokat, láthatjuk, hogy ezek közel sem adják át a Bhagavatam egész tudományát. Kivételt képez ez alól Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak a fordítása, amit ami a 70-es években jelent meg. Ez 13 kötetből áll, és körülbelül 13 ezer oldalt számlál. Ugye láthatjuk itt az előző fordítások legterjedelmesebbje is csak 1500 oldal, és az még hozzátartozik, hogy Srila Prabhupada sajnos nem ért el a Bhagavatam utolsó énekének a lefordításáig, hanem körülbelül a tizedik éneknek a feléig ért el, és a további munkát pedig az ő tanítványai végezték el, további körülbelül
4000-4500 oldalt adtak hozzá ez a műhöz, így az egészét nézve több mint 17000 oldalt tesz ki ez a fordítás, ami azt jelenti, hogy szinte minden vershez van egy oldal. A Bhaktivedanta Swami fordítása nagyon különleges helyzetben van, mivel mind terjedelemben, mint ahogy azt előbb láthatjuk, mind pedig minőségében felülmúlja az előzőket. Ugye a szerkezeté a fordításnak először mindig egy a Devanagarival vagy szanszkrit írással adja meg a verseket, majd ezt a nyugatiak számára is többé-kevésbé olvasható, diakritikus átírással jegyzi le. Ezek után egy szavankénti fordítást ad, majd lefordítja a verset, magyarázó fordítással, ez egy fontos dolog, és majd ezek után tovább magyarázza a verset. Nem mindegyik vershez fűzött magyarázatot, de a legtöbbihez igen. A Prabhupád, vagy Bhaktivedanta Swami Prabhupád, ő maga találta ki ezeket a fordításokat, és nem ő maga találta ki ezeket a magyarázatokat, amiket a műhöz fűzött, hiszen az első példából láthattuk, hogyha ezt tette volna, akkor fölmerülhetne az a kérdés, hogy nem szennyezi-e be az ő munkáját azok a tudatlanságból származó hibák, amiket egy élőlény elkövethet. Ugye ő is különböző ácsárjáknak vagy tanítóknak a magyarázatait használta föl, és ezekből a magyarázatokból alkotott meg, igazából ezeket összegyúrva adta meg a saját magyarázatát. Az első kiadása ennek a Bhágavatamnak 1962-ben 62-től 65-ig jelent meg. Ez csak az első énekről szól, vagy az első éneket dolgozta föl Srila Prabhupád. Az első három kötetben az első hét fejezetéről szól az első, utána a hetediktől a 12. fejezetig, majd a 13-től a 19. fejezetig jelentek meg ezek a kötetek. Ezeket a köteteket, amikor Amerikába indult, akkor ezeket vitte ő magával. Ugye közvetlen munkája, mint ahogy erről szó volt, a tizedik ének 13. fejezetéig tart, innentől tanítványai, Hridayananda Maharaj és Gopi Parananda Prabhu folytatta a fordítást. Érdekességképp, vagy hozzátartozik a Bhágavatamhoz egy szempontból a Srila Prabhupádnak a tizedik énekről írt összefoglaló tanulmánya, ami Krishna könyv néven vált ismerté. Ezt a Srila Prabhupádnak a fordítását, ezt azóta több tucat nyelvre lefordították, köztük magyarra is, jelenleg magyarul a tizedik ének 44. fejezetéig érhető el. Angol és 14 más nyelven online is elérhető, a már bemutatott vedabase.com-on. Srimad Bhágavatam elbeszélő, nem csak a leírója vagy lejegyzője, de az elbeszélője is Vyászadév. Rajta kívül azonban több beszédsíkon is fut a történet. Az első fejezetről, az első énekről és a 12. ének végéről Suta Goswami beszél, a második énektől a 12. ének feléig Sukadeva Goswami az, aki narrálja a történetet, ebből egy-két kitérő van, ilyen a második énekben Narada Muni és Brahmá beszélgetése, a harmadik énekben Vidura és Uddhava beszélgetése, a hetedik ének szinte teljesen Narada Muni és Yudhisthir Maharajnak a beszélgetését tartalmazza, illetve egy kiemelkedő rész a 11. énekben a 7-től a 29. fejezetig, ami Krishna és Uddhava párbeszédét örökíti meg, ami hasonló témákról szól, mint amikor Krishna Arjunával beszél, az Bhagavad Gita-nak hívják, ezt a részt Uddhava Gita-ként szokták emlegetni.
12 ének egyfajta szempont szerint föloszható Sambandha, Abideya és Prayojana részre, ami azt jelenti, hogy az első 6 ének többnyire az alapvető információkról szól, ki a lélek, hol lakik ez a lélek, mi ez az anyagi világ, hogy épül fel ez az anyagi világ. A második szekció az elérendő célról, vagy prajógyanáról beszél. Itt ebben a részben a 6. énektől megjelenik a tiszta baktinak a fogalma, vagy a 7. énektől megjelenik a tiszta baktinak a fogalma, és a 10. énekben csúcsosodik ki, amikor az elérendő célról, a summum bonumról, magáról, svayam bhagaván, az Krisnáról, az Istenség eredeti személyiségéről beszél, és az Abideya rész, a gyakorlati része pedig a 11. és 12. énekben található meg. A mű szerkezetét főleg kérdések és válaszok adják, ugye hasonlóan, mint a Bhagavad Gita-ban, itt is erre épül. Azonban itt egy jellegzetessége a Bhagavatamnak, hogy ezek a kérdések nem mindig kerülnek azonnal megválaszolásra, és nem csak egyszer kerülnek megválaszolásra. Erre nagyon jó példa az első fejezetben a szentek 6 kérdése közül az 5., hogy milyen kezdteléseket mutattak be az egyes inkarnációk. Ugye erre már nem sokkal később választ ad Szuta Goszvámi a 3. fejezetben, amikor is felsorolja az inkarnációkat, vagy avatárákat. Azonban Bhagavatam teljes szövege végső soron Krisnának különböző megjelenési formáinak a kezdteléséről beszél. Miért pont a Bhagavatam merülhet fel a kérdés a nagy közönségben? Miért szentelnek a Gaudiya Vaisnavák ekkora figyelmet ennek a szentírásnak? Hiszen láthattuk, hogy a védikus irodalom meglehetősen kiterjedt, több százezer, tehát több millió versből áll. Miért pont ez a 18 000 vers, amire azt mondja, amit ennyire ilyen nagy odaadással és ilyen nagy figyelemmel vizsgálnak a Vaisnavák? Jiva Goszvámi megadja erre a kérdésre a választ, mint ahogy már erről szót ejtettem, írt egy nagyon nagy terjedelmű és nagyon részleteibe belemenő Srimad Bhagavatam elemzést a Bhagavata Sandarbhát, vagy Sad Sandarbhát, aminek az első kötetében, az úgynevezett Tatva Sandarbhában arról értekezik, hogy milyen módokon szerezhetünk tudást, mi a tudás tárgya, és milyennek a tudásnak az igazi forrása, mi a legfelső pramána. Első lépésként megállapítja, hogy a tudás forrásai közül a védák a legjobbak, ugye, mert felteszi azt a kérdést, hogyan tehetünk szert tudásra. A bevezetőben és már a más előadások során is hallhattuk, hogy az anyagi világban élő lények feltételekhez vannak kötve, és ez a feltételekhez kötöttség 4 módon nyilvánul meg. Egyrésztről az érzékeik tökéletlenek, láthattuk ezt az elefántot vizsgáló hindosztániaknál is. Illúzióban vannak, ami azt jelenti, hogy elfogadják valóságnak azt, amit az érzékeiken keresztül tapasztalnak, ezért fogadta el az egyik vak hindosztáni azt például, hogy az elefánt egy lapos dolog. Hibák elkövetésére képesek, szintén az előzőkből adódóan, illetve csalásra hajlamos mindenki, aki feltételekhez kötött ebben az anyagi világban. Tehát akkor honnan szerezhetünk valós, megfelelő információt? Ugye az első
lépésként Jiva Goswami a különböző filozófiai iskolák, vagy mimámszák kategóriába tartozó írásokban található tudásforrásokat vizsgálja meg, ebből 10 darab található, és ezeket arra a következtetésre jut, hogy ezeket 3 fő alkategóriában lehet sorolni. Az egyik a pratyaksa, a közvetlen érzéktapasztalatokon keresztül szerzett ismeret, a másik az anumána, ezeket az érzéktapasztalatokon szerzett ismereteket feldolgozó, mentálisan feldolgozó folyamat, illetve a sabda, ami pedig a kinyilatkoztatásra utal. Arra a következtetésre jut, hogy az első kettőből az előző hibák figyelembevétele miatt semmiképpen, de legtöbb esetben nem származhat valós igazság. Azt mondja, hogy abban az esetben lehet valós igazságot nyerni a pratyaksa és az anumána módszerével, hogyha azt a sabda is alátámasztja. Miért? Azért, mert a sabda az egyetlen olyan, amit nem szennyez be ez az emberi hibákból származó megbízhatatlanság, és ezért arra a következtetésre jut, hogy a tudás megszerzésére egyedül a védák, a transzcendentális szavak alkalmasak. Második lépésként, miután megállapította azt, hogy honnan származhat a valódi tudás, megkérdezi, hogy igen ám, de ez a védikus irodalom, ez leszűkítette ugyan a kört, de egy szempontból ki is tágította, hiszen több százezer vagy több millió vers van ebben a szövegtestben, és ezek sok helyen nagyon sokféle mindent mondanak. Tehát mi az, mihez forduljunk ezen belül, hogyha a valódi tudásra szert akarunk tenni? Elsőként felteszi a kérdést, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába, hogy védikus. Védikusak-e az itihászák, illetve a puránák? Ugye a válasza az egyértelműen igen, egyrésztről azért, mert önmaguk ezt írják, de ez még nem lenne elég a bizonyításhoz is. Nem csak a Shruti írja ezt, hanem a Smriti is erről ír, a tényleges kinyilatkoztatott szentírás, itt hoz példát a Chandogya Upanishadból, ami szintén ezt a kijelentést teszi meg, hogy igenis, az itihászák és a puránák védikusak. De még ezzel igazából nem szűkítettük a kört, hanem még hozzáadtunk 2 összetevőt, hiszen a purána, az itihászák, ha ide csak belegondolunk, hogy a Mahábharata 200 000 versből áll, ami nem egy apró terjedelmű, vagy egy rövid terjedelmű mű, vagy nem tekinthető egy rövid terjedelmű műnek. A puránák összessége a pedig 400 000 versből áll, akkor megint csak nem tudjuk, hogy hova mihez nyúljunk. Ezért egyfajta hierarchiát kell megállapítanunk a védikus irodalomban, és azt mondja, hogy a puránák és az itihászák azok magasabb rendűek, mint a védák. Miért van ez? Ugye eredetileg 1140 szamhitát tartalmaztak a védák, de ennek ez mára a nagy része megsemmisült, ugye alig 18-20 ilyen érhető csak el, ami azt jelenti, hogy ha ezt a Bhagavad Gita-ra rávetítjük, ha meg akarnánk érteni, vagy tanulmányozni akarnánk a Bhagavad Gita-t, akkor és abból következtetéseket próbálnánk levonni úgy, hogy annak csak az első fejezetét olvassuk el. Ugye ez az 1140-hez képest a 18-20 az nem túlzottan sok. Miért van ez? Ugye India folyamatosan különböző hódításoknak volt kitéve, és ezek a hódítók előszeretettel semmisítették meg a tudást, azért, mivel a tudás megsemmisítésével könnyebben uralmuk alá tudják hajtani a meghódított népeket. Illetve egyéb más okok is közrejátszanak.
Következő kérdés, hogy vajon, már tudjuk, hogy a puránák, vagy a védikus irodalomban a puránák és itiászák kiemelkedő szerepet töltenek be, és kérdés az, hogy ezek közül melyik a magasabb rendű. Erre megint csak önmaguk adják meg a választ, és kijelenti a Skanda Purana, hogy a puránák magasabb rendűek, még az itihászáknál is. A puránák, most már teljesen, vagy igazából leszűkítettük a kört, már csak 400 ezer versről beszélünk, abból próbáljuk megtudni az igazságot. Ezért fölteszi a kérdés, hogy van-e valamiféle hierarchia a puránák között? És a válasza, hogy igen, van. Az első, hogy a puránák a bennük található témák száma szerint különböznek, megkülönböztet Mahá és Upa puránákat, hogy a Mahá puránák azok, amelyik 10 témával foglalkoznak, az Upa puránák csupán 5-tel. A második válasza pedig az, hogy az általuk képviselt kötőerők szerint is hierarchia áll fönn a puránák között. Vannak olyan puránák, amik főleg a tudatlanság kötőerejében álló személyekhez szólnak, vannak olyanok, amik a szenvedély kötőerejében lévő személyekhez szólnak, vannak olyanok, amelyik a jóság kötőerejében szóló, vagy lévő személyekhez szólnak, azonban van egy, ami a kötőerők fölött áll, ugye puránam, amalam, a szeplőtelem, vagy makulátlan purána, ez a Srimad Bhagavatam. Összefoglalva tehát a legfőbb prabána, vagy az legfőbb ismeretszerzési forrás, a sabda, vagy a védák, aminek a része a puránák és az itihászák, köztük azonban hierarchia áll fönn, a puránák magasabb rendűek, mint az itihászák. A puránákon belül pedig van egy sorrend, a mahápuránák magasabb rendűek, mint az upapuránák, illetve a mahápuránákon belül is a kötőerők szinten megkülönböztethetünk, az általuk képviselt kötőerő szinten megkülönböztethetünk 3, igazából 4 szintet. A legmagasabb szinten áll a Srimad Bhagavatam, ami azt jelenti, hogy a védikus irodalomnak a gyöngyszeme, vagy aminek a fényében a védikus tudást vizsgálnunk kell, az a Srimad Bhagavatam. A Srimad Bhagavatam a legfelső pramána. Ugye ez az írás tartalmazza a védák, a Védánta szútra, és az összes purána és itihászák teljes kifejtését is. És fontos az, hogy ugye már az elején azzal kezdtem, hogy nagyon fontos az, hogy milyen forrásból származó ismeretet használunk fel, amikor valamit vizsgálunk. És ehhez a vizsgálathoz ad alapelveket, szintén Jiva Goszvámi, hogy az első pont az, hogy a Srimad Bhagavatam nem különbözik Krisnától, Krisnának az irodalmi inkarnációja. A második lényegi pont, hogy az Úr Csétanya, a Gaudiya Vaishnava filozófia atya, vagy elterjesztője, ő nem különbözik magától, Krisnától. Ugye erről a Srimad Bhagavatam maga is ír, ugye ő az, aki azt a folyamatot vezette be, hogy a jelenkorban a Krisnának a szent neveinek az éneklését, ugyan ő nem fekete, mint Krisna, de ő mégis maga Krisna. Úgyhogy ez a második alapelv. Egyrészt a Bhagavatam nem különbözik Krisnától, a Chaitanya Mahaprabhu sem különbözik Krisnától, tehát annak a következménye az, hogy a Bhagavatam nem különbözik az Úr Chaitanyától, ami azt jelenti, hogy rajta keresztül érthető meg, hiszen ő az, aki átadja ezt a tudást, és hogyha arra gondolunk, hogy honnan szerezhetünk tudást, hát onnan, aki megalkotta és átadja ezt a tudást. Ennek a következménye az, hogy a valódi tudást az őtől eredő tanítványi láncolaton keresztül kaphatunk, ami azt jelenti, hogy a tanításait ő a 6 Goszvámira hagyta, azért, hogy ezt osszák meg az utókorral, írjanak könyveket, ezeket felhasználva
fordította le, és látta el magyarázattal Bhaktivedanta Swami Prabhupád az ő által a kiadott Srimad Bhagavatamot. Ugye ennek a tanulmányozásából az következik, hogy ennek a tanulmányozásával tanulmányozásán keresztül érthetjük meg igazából magát a Srimad Bhagavatam üzenetét. Az üzenet megértése pedig a filozófia szerint azt jelenti, hogy ezt a tudást gyakorlatban is megvalósítjuk, a gyakorlat megvalósításával pedig elérhetjük az élet célját, amiről Chaitanya Mahaprabhu maga ír, hogy az élet célja a valódi Isten szeretet, ez az élet elsődleges célja, a test remegése, könnyes szemek, éneklés és tánc jellemzik. Ez a Bhagavatamnak a célja, és hogyha remélem ezzel az előadással egy vágyat tudtam a szívükben ébreszteni arra, hogy a védikus irodalom eme érett gyümölcsét megízleljék, és ezáltal tökéletesen megismerjék a Bhagavatam hatalmas elefántját. A tudás, amit képvisel, az végtelen, hiszen Krishna önmaga végtelen, aki nem különbözik ettől az írástól. Most sajnos, viszont az én időm az sajnos véges, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és további kellemes időtöltést kívánok.